Természetes előrehaladásának eredményeként a mesterséges intelligencia, az emberi agy működését modellező számítógépes rendszerek hihetetlenül fejlett formájává vált. Az adatok robbanásszerű növekedése és a számítási erő teljesítményének emelkedése lehetővé tette az MI algoritmusok számára, hogy óriási mennyiségű információt feldolgozzanak és megtanuljanak azokból. A gépi tanulás és a neurális hálózatok terén elért áttöréseknek köszönhetően az MI már az autonóm döntéshozatalra és az emberi szintű teljesítmény elérésére is képes bizonyos feladatokban. A mesterséges intelligencia kialakulása forradalmi hatással van számos területre, például az egészségügyre, a közlekedésre, a gazdaságra és a mindennapi életünkre. Írta ezt az egyre szélesebb körben elterjedt ingyenes ChatGPT arra a kérdésre, hogy mi az a mesterséges intelligencia. Én tavaly év végén, ahogy a ChatGPT megjelent, akkor másztam bele igazán. Ugye online marketinges vagyok, marketing ügynökségem van, és innen jött nekünk az ötlet, hogy hát valamit csinálni kéne, mert eléggé felforgatja a piacot. Azt látom, hogy külföldön eléggé elterjedt, ezekben a úgymond tech körökben. Tehát akik foglalkoznak ezzel, nyitottak erre, online munkások, irodisták, nagyon sokan használják. Itthon picit mindig, ahogy mindig is, ugye le vagyunk maradva, viszont nálunk is már egy olyan 600 tanuló van, aki a ChatGPT-ről tanul, és az AI-ról tanul. Köztük tanárok, ami tök érdekes, az nagyon meglepett, irodisták, és ugye nagyon sok vállalkozó is marketinges. A szakember azt mondta, alapszinten már mindenkinek érdemes lenne elsajátítani a mesterséges intelligencia kezelését, magánembereknek akár a tartalomfogyasztásban, azok szelektálásában és értelmezésében is tud segíteni. Naponta 40-50 új mesterséges intelligencia szoftver jelenik meg a világon, amelyek a vállalkozások fejlesztésében tudnak segíteni. Erről a vármegyei fiatal vállalkozók is sok mindent megtudhattak egy rendezvény keretein belül. A rendezvényből pedig sorozat lesz, amely más témaköröket is érint majd. Nem szeretnénk csak mi dönteni erről. Interaktívan szeretnénk dönteni, kompetenciákat szeretnénk fölmérni a vállalkozóktól, hogy mi az, ami őket érdekli. Hiszen ez a sorozat életük van, nekik próbáljuk elkészíteni. Vannak elképzeléseink számos dologban, tehát probléma felvetés olyan dolgok, ami mondjuk egy vállalkozót érintett, most az energiárak, vannak olyan gazdasági vagy különböző jogszabályváltozások, ami ugye érdekesek lehetnek, de igazából azt szeretnénk, hogyha ezt a vállalkozók határoznak meg, hogy melyik úton menjünk tovább. Az emberiség számára megnyílt az újabb fejezet a technológia történetében, ahogy a mesterséges intelligencia továbbra is forradalmasítja és átalakítja a világot. A ChatGPT úgy gondolta, ennek a híradós anyagnak ez lesz a megfelelő záró mondata.